Üdvözlet mindenkinek, itt az infobaba.hu weboldalon. Ebben a videóban néhány összeesküvés elméletet szeretnék bemutatni. Ezek az összeesküvés elméletek azok, amelyek a magyar online média bizonyos portája szerint valóra váltak. Úgyhogy nem azokról van szó, amiket én kitaláltam, amiben én hiszek, hanem ezek azok az összeesküvés elméletek, amelyekről ezek az oldalak azt állítják, hogy valóra váltak. Ha valakit érdekelnek részletesen, ezek akkor már számtalan videót készítettem ezzel kapcsolatban, és ez alátámasztja mindazokat, amiket elmondtam akkor, mielőtt nekivágnék ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A legérdekesebb ezek közül, a hírek közül a divány.hu-n található írás, és én elfogadom, hogy a divány.hu nem az az oldal, ahol az ember fordul, hogyha hiteles információra vágyik, azonban nem ez az egyetlen oldal, ami beszámol erről. Hogyha összerakjuk mindazzal, amit már eddig ezzel kapcsolatban feltártunk, akkor láthatjuk, hogy bizony rengeteg dolog, ami eddig összeesküvés elméletnek számított, az bebizonyosodott, hogy valóság. Mindent elmond mondhatok itt a nyílt színen. Ugyanis nem számít, hogy ki tud róla, mert nem tudja majd elhiggye vagy sem. A divány arról beszél itt, hogy halásugarat és időjárás manipuláló berendezést üzemeltet az amerikai kormány Alaszkában. Most azok, akik járatosabbak ebben a témában, azok tisztában vannak azzal, hogy ez a harp szerkezet. Ők azt írják itt, hogy Tesla ötletére épül a titokzatos halás terve ez a kérdés. Nyilván ez szenzáció hajhász, ahogy ők ezt itt bemutatják. Ettől függetlenül ha valaki elgondolkozik ezen, akkor rá fog jönni arra, hogy valami valóság alapja mégis kell, hogy legyen különösen úgy, hogy mostanában az időjárás módosítás az egy igen divatos téma, amiről kiderült szintén, hogy ez nem egy összeesküvés elmélet, hanem erre van lehetőségünk, eszközünk, és a kormányok régóta végzik ezt a tevékenységet a háttérben. Azt írják egyébként, ez egy köztudott információ, szóval semmi olyat nem tárnak itt fel, ami titkos, esetleg kutatni kellett volna, ezt évtizedek óta mindenki tudja, akit összeesküvés elmélet hívőnek bélyegzett meg a Tudatlan tömegeknek a jelentős része, hogy egy alig 170 fős lélekszámú alaszkai falucska gakona mellett egy különös, tudományos fantasztikumba illő látványra lehet figyelmes az odalátogató, és ez egy 16 hektárnyi elkerültett területen 180 darab kereszt alakú antenna található. Ezek a kereszt alakú antennák láthatók egyébként a képen. Talán ismerős lehet, ha valaki rákeres arról, hogy harp rendszer vagy antennarendszer, akkor meg fogja ezt találni. 16 hektáron Alaszkában üzemeltette ezt. Ha jól emlékszem, akkor a DARPA az Amerikai Egyesült Államok kormányának egyik hivatala, amely rádiójelekkel akár 5-600 km távolságból képes befolyásolni az ellenséges repülőgépek műszereit, vagy akár el is tudja azokat pusztítani. Ez a fedő történet. Súlyosabb mentális betegség, depresszió, állandó levertség, rákos daganat, agyvérzési kifejezhető. Ahhoz, hogy az emberek bedöljenek az nélkül a reklámoknak és a propagandának, ahhoz nincs szükség a hárpra, ez csak az oktatási rendszerre volt szükség. Mostanra az emberek elfogadják mindazt, amit látnak tévében, amit hallanak a hírekben, amit az iskolában megtanulnak, mint igazság, nem is gondolkoznak rajta, csak mennek, mint a droidok. Which one? one of us. Az, hogy a stressz és a depresszió az népbetegség, nem feltétlenül annak köszönhető, hogy ezzel az antennával sugározzák a világot. A stressz meg a depresszió az egyszerűen csak az életmódunknak a következménye, az életmódnak, amit az emberek jelentős része, különösen a városi lakosság folytat. Stress egyértelmű, folyamatosan bombáznak minket egyrészt különböző negatív hírekkel, ami az emberben fokozza ezt a feszültséget. A másik oldalon viszont belegondolunk a megélhetésbe, mennyivel nehezebb le, folyamatosan van valamiféle krízis vagy katasztrófa körülöttünk, ez mind szintén fokozza a stresszt. Az egyik legnagyobb kiváltója az én meglátásom szerint a munkahelyi stressz lehet, amikor az ember izgul teljesen fölösleges dolgok miatt, többnyire olyan dolgokon, amire nincs is semmiféle hatása, nem tudja befolyásolni azt. Valójában a funkciója az ami érdekes lenne mindenki számára, bár kétlem, hogy azt az órára kötötték akárkinek is. Ezekből kiderül mindenki számára, hogy ez egy létező dolog volt ez a hák. Most már csak mindenkinek azt kell megítélni az információ alapján, hogy vajon mire használták. De hogyha ismerjük a világot uraló és irányító elitet, akkor gondolom nem olyan nehéz elképzelni, hogy valamiféle rossz indulatú szándék volt az, ami a háttérben mozgatta őket, mint amúgy minden egyéb esetben is. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és Halleluja!